Az előadás sorozatnak ez a címe, idézőjelben, az ismeretlen Isten. És az első témánk pedig így hangzik, honnan származik az ismeretlen Isten kifejezés? Az ember alkotta istenek és istenképek sokasága. Van-e egyáltalán lehetőség ezeken túl a valóban létező Isten megismerésére? Tehát, ugye ez egy elég különleges kifejezés, az ismeretlen Isten, és szeretnénk egy kicsit nyomozni, hogy honnét származik ez a kifejezés, és másrészt pedig, hogy vajon az ismeretlen Isten válhat-e ismerté számunkra, és mi lehet a megismerésnek az útja. Ugye erre a kérdésre is keressük a választ. Az ismeretlen Isten kifejezés a Bibliában szerepel, mégpedig a következő szövegösszefüggésben. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetéből fogok idézni, a 16. verset először. Athénben pedig, mikor azokat várta Pál, ugye ez az azokat a munkatársaira vonatkozik, tehát ott várta be őket, ez mondja, háborgott benne a lelke, látván, hogy a város bálványokkal van tele. A 18. vers elejét is olvasom, némelyek pedig az epikúreus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. 19.-20. vers, és megragadván őt az Areopágusra vitték, ezt mondván, vajon megérthetjük-e, mi az az új tudomány, amelyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi fülünknek, meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. És azután olvassuk a 22.-23. versben, hogy mikor aztán az Areopáguson ott volt Pál, akkor a beszédét hogyan vezette be, mivel kezdte. Előállván pedig Pál az Areopágus közepette mondta, athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, mert mikor bejártam és szemléltem szentélyeiteket, találtam egy oltárt, amelyre ez volt ráírva, ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Tehát ezek szerint Athénban volt egy ilyen oltár, hogy az ismeretlen Istennek, hogy az időszámításunk szerinti első században, és Pál ebből indult ki, ezzel kezdte az aténieknek szánt bizonyságtevését az evangéliumról. Fölmerül az a kérdés, hogy vajon miért zaklatódott fel Pál lelke, mert az a kifejezés, amit olvastunk, hogy háborgott a lelke, azt helyesebb, jobb így fordítani, hogy felzaklatódott a lelke. Ugye azt olvassuk, hogy attól, hogy a város bálványokkal van tele. Nagyon érdekes, hogy az ókori irodalomban is olvassuk azt, hogy Athénben több szobor volt, mint az egész Görögországban együttvéve. Egy ókori szerző pedig azt írja, hogy Athénban annyi az Isten szobor, vagy Istennek szentelt oltár, hogy az ember előbb találkozik egy Istennel, mint egy emberrel. És ez fogadta Pál apostolt, ez a látvány. És hát tegyük fel azt a kérdést, hogy miért zaklatódott föl? Ugye ő a zsidó egyisten hiten nevelkedett, és egy erkölcsi tökéletességet képviselő Isten képe volt, és azután megismerte Jézust és Jézus tanításait, és bántotta őt az, hogy ezek a görögök, akik olyan nagyok a tudományban, a művészetekben, a vallásosságuk pedig ehhez képest milyen alacsony szinten áll. Hát gondolom többen vagyunk, akik iskolai tanulmányaikból emlékeznek arra, hogy milyen volt a görög mitológia. Ugye az isteneiket úgy képzelték, hogy az Olimposz hegy tetején laknak, és a köztük lévő viszonyokat pont úgy képzelték el, mint az emberek között, féltékenykedtek, irigykedtek egymásra, stb. Tehát ilyen igazi antropomorf, emberszabású
Isten elképzeléseik voltak. És aztán Pál ugye itt-ott beszédbe elegyedett az emberekkel, aminek az lett a vége, hogy meginvitálták az Areopágust, terjessze elő az ő nézeteit, és akkor Pál apostol úgy látta, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont, hogy mert megragadta a figyelmét egy oltár, ugye, amelyen ez a felirat volt, hogy az ismeretlen Istennek. Az ásatásoknál különböző ókori városokban kerültek elő olyan feliratok, olyan oltár feliratok, amelyek többes számban mondják, hogy az ismeretlen Istennek. Hát ez mondjuk érthető az ókori pogány gondolkozásból, mert általában az volt a felfogás, hogy ahány Isten van, mindre vigyázni kell, jóba legyen az ember velük, hogy ne okozzanak kárt, sőt a javunkat keressék, és ezek az oltárok, ami ilyen felirat, hogy az ismeretlen isteneknek, azt fejezte ki, hogy hát akiket nem tisztelek közvetlenül, akiket nem ismerek, azoknak is tisztelettel áldozom, hogy hozzám jó akarattal legyenek. De ezek szerint ez egy különleges oltár felirat volt, mert egyes számban szerepelt az ismeretlen Istennek. Ugye fogalmunk sincs róla, hogy mit gondolt az a valaki, vagy azok a valakik, akik ezt az oltárt állították valamikor. Lehet, hogy ők is csak azt gondolták, hogy az ismeretlen Istenek közül egynek. Az is lehet, hogy egy filozófikus gondolat volt mögötte, mégpedig az, hogy hát tulajdonképpen nem ismerjük az Istent igazán. Egyébként megjegyzem, hogy azért ez a gondolat is ott kavargott az ókorban, mert nem tudom, ki ismeri, és nincs itt előttem, a táskámban maradt, az agyaktáblák üzenete, ugye ókori mezopotámiai agyaktáblán lévő feliratok, versek fordítása, és abban van például egy olyan himnusz, bűnbánati himnusz, amiben újra meg újra ez ismétlődik, Isten, akit ismerek, vagy nem ismerek. Az Istennő, akit ismerek, vagy nem ismerek. Tehát nem volt ez egy biztos ismeret az Istenről, vagy az Istenekről, az Istenek világáról. És ha már megemlítettük Pál apostolnak a beszédét, ahonnét származik ez az ismeretlen Isten kifejezés, illetve arról a bizonyos aténi oltárról, akkor egy másik igét is említsünk, ahol szintén ezzel az eszmével találkozunk, hogy az ismeretlen Isten, ez kevéssé ismert, pedig nagyon, nagyon fontos bibliai ige szakaszban szerepel, és nagyon, nagyon megszólító a mondani valója. János evangélium a 17. fejezetéből idézem a 25. verset és a 26. vers elejét. Aki jártas a Bibliában, annak lehet, hogy rögtön beugrik, hogy János evangélium a 17. fejezete az Jézus úgynevezett főpapi imája, a földi szolgálata végén az atyához fordult ezzel az imádsággal, tanítványaiért, követőiért, nem csak a közvetlen akkor élőkért, hanem akik majd az idők végéig hisznek benne. És így sóhajt föl az imádságban. Igazságos atyám, e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és megismertettem velük a te nevedet. Ugye, mintha Jézus lelkét egy nagy teher nyomná, amikor azt mondja, igazságos atyám, hát ez a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és nekem minden vágyam ez, és ezt tekintem a küldetésemnek, hogy megismertelek téged a te nevedet az emberekkel. Ugye, ha most egy kicsit elgondolkozunk ezen a kifejezésen, hogy igazságos atyám, hát úgy a mai emberekre is gondoljunk, az általános emberi közvéleményre, hát nagyon kevés ember van, aki így gondolkozik, az igazságos Isten. Sokkal inkább ott van a lázongás, az elégedetlenség, a panasz, hogy hát az Isten, ha létezik, akkor ennyi igazságtalanságot miért enged meg, akkor ő maga is miért ilyen igazságtalan hozzám, ő hozzá, stb. Ugye ismerjük ezeket a gondolatokat, és így még sokkal jobban megértjük Jézus felkiáltását, aki fájdalmasan mondta, igazságos atyám, hát ez a világ nem ismert téged. Még szinte feszítette őt ez a tény.
És ha már ennyire nyomozzuk, hogy az ismeretlen Isten kifejezéssel hol találkozunk, akkor nem hagyhatom ki, hogy hivatkozzam arra, hogy egy magyar költőnk is az ismeretlen Istenről ír. Lehet, hogy itt is valakiknek a fejében megjelenik, hogy ki ez a költő és mi ez a vers. Ez Kosztolányi Dezső Hajnali Részegség című verse. Én részleteket fogok csak belőle idézni, mert hosszú vers. Hozzáteszem, ugye Kosztolányi Dezső nem volt hívő ember. Ezt a verset 1935-ben, a halálának az évében írta. És olvasom az elejétől egy kis részletet, aztán majd megint egy-egy részletet. Egyébként hozzáteszem, hogy olyan ez a vers, mintha egy barátjának beszélne el egy különleges éjszakát, ott támad gondolatait, de az embernek az az érzés, hogy ez a barát mindegyikünk, mintha ha bármely ember barátját akarná megszólítani a verssel. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám, izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba, leföl, ingben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. És ezután a költő először arról elmélkedik, hogy ugye akkor a Logodi utcában lakott, említés a versben, és hát elég közel vannak ugye a szemben lévő házak is, és hát úgy elmélkedik, hogy az emberek, mint a ketrecben most ott kinyúlva alszanak a szobákban, és hát erről is támadnak ilyen gondolatai, ahogy befejezi ezt a szakaszt. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után. Ha összeomlik, gyombirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Tehát aztán a tekintete átmegy az égboltra, és akkor itt aztán elengedi a fantáziáját és a sejtéseit, és hosszan-hosszan tart ez, míg az égboltot nézi, és benne kavarognak a gondolatok, és kialakulnak képek, és végül a vers befejezéséből idézek részleteket. Virradatig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te mit keresel ezen a földön? Hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, s annyi restély, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. És az utolsó verszakból idézem, nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem. Azt is tudom, hogy el kell mennem innen. Még az utolsó sorok, bizony ma már, hogy izmaim lazulnak. Úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Ugye megérint bennünket ez a kétségtelenül nagy vers, és megkérdezem, hány és hány ember van ezen a földön, ugye említettem, hogy halála évében írta ezt a verset, aki hasonló helyzetben van, a halál közeli állapotban, mint ahogy ő írta, nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen.
és végül ez a megrendítő sejtés. Úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hogy hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Hát akkor azt hiszem, úgy nagyjából feltártuk, hogy az ismeretlen Isten kifejezés honnét származik. Ugye láttuk Pál beszédéből, aztán láttuk Jézus sóhaját, hogy igazságos atyám, a világ nem ismert téged, ismeretlen vagy az embereknek a te igazi mi voltodban, és végül láttuk Kosztolányi Dezsőnek a versét, aki, hogy így mondjam, a végén döbben rá erre a valóságra, miközben nem, most sem hisz igazán, nem is hihet, de felsejlik benne, hogy úgy tűnik, hogy én mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak a vendége voltam. Érdemes egy rövid áttekintés erejéig felvázolnunk, hogy hogyan is viaskodott az emberiség az Isten kérdéssel az évszázadok folyamán. Ugye az ókorban az emberek sok Istenben hittek. Legfőképpen a természeti erőket személyesítették meg, és tisztelték Istenként. Ugye ez egy vitathatatlan tény, ezt az ember érzi, hogy van, ami magasabb rendű, van, ami meghalad minket. Ezt az ókori ember is érezte. Megjegyzem, a 20.-21. századi ember nem mindig realizálja ezt. Például olvastam egy ilyen tanulságos megjegyzést a magyar természettudóstól, Vida Gábortól. Háborogva írta, hogy olvasott egy tanulmányt, aminek ez volt a címe, Én és a bioszféra. Azt mondja, hát ez meg miféle emberi elbizakodottság. Azt mondja, olyan ez, mintha azt mondanánk, én és az anyám. Azt mondja, melyik volt előbb? Azt mondja, talán egy kis alázat kellene. A bioszféra és én. Ez így jobb lenne. Tehát, mondom, ma sokszor az ember túlságosan is elbizakodott, de minden esetre az ókori ember nagyon érezte, hogy mennyire meghaladják őt a természet erője, az egész természetvilága és a sok, sok ismeretlen. Aztán ugye az időszámításunk szerinti 4. századtól fogva a kereszténység általánosan elterjedt a római birodalomban, és az egész középkorban evidencia volt az, hogy egyetlen Isten létezik, egy teremtőisten, és van az ő fia, aki a megváltó, de ugyanakkor az Isten kép nagyon, nagyon erős, nagyon súlyos torzulásokon ment át, és kicsit ennek is a következménye, sőt nagy mértékben ennek a következménye, hogy jött a felvilágosodás új szellemi áramlata, amikor ugye ez volt az új gondolkodásmód, hogy végre hagyjuk a legendákat, a babonákat, és ezért nem fejlődik az emberiség sem tudományokban, sem gazdaságban, stb. Nincs szabadsága az embernek, és ezen túl csak olyan ismerettel állunk szóba, amit tapasztalati úton tudunk felfogni, feltérképezni, aminek tudományos módszerekkel bizonyítani tudjuk a létezését. De a mi korunkban, a 20. század végén, 21. század elején már újra egy vallási reneszánsznak a tanúi vagyunk. Nekem sokszor eszembe jut Prédikátor könyve elején az az elmélkedés, amikor azt mondja a Prédikátor, tulajdonképpen Bölcs Salamon, hogy amire azt mondják, nézd ez új, azt mondja, régen megvolt már ez. És mindig visszatérnek ugyanazok a dolgok. Szinte, mintha az egész történelem, vagy az egész emberi kultúra, vagy szellemtörténet a hatás ellenhatás törvényének a vázára épülne föl. És ugye azt mondhatjuk, hogy ma tényleg megélénkülnek a vallások, államok és egyházak megint nagyon közelednek egymáshoz. Ugye ezt minden lépten nyomon találkozunk ezekkel, hogy keresztény Európa, keresztény Magyarország, de nem csak itt Európában van ez így, ugye a hinduizmus is nagyon megelevenedőben van például Ázsiában,
az iszlámról nem is beszélve, ezt mindenki tudja. De van egy jellegzetessége ennek a megelevenedő vallásosságnak, és pedig az a jellegzetessége, hogy a racionalitást kikapcsolja. A vallásban hagyományt keres, vagy érzelmeket, érzelmi élményeket. Nem tudom, észrevettük-e. Szóval ez, hogy gondolkodni a vallásban, ez, hogy ami a felvilágosodásban pozitív volt, hogy gondolkodunk, megismerünk, megérteni akarunk, ez most mintha ki lenne kapcsolva. Egy keresztény szerző egyenesen ilyen címen írt, Francis Schaeffer, talán valaki olvasta a könyvét, ezen a címen írt könyvet, Menekülés az értelemtől. Akkor a kiábrándultság van a mi korunkban, hogy az ember szinte menekül az értelemtől. A tudomány sem hozta meg, amire az ember vágyakozott. Nem válaszolta meg a legnagyobb, legsúlyosabb kérdéseket. És azon kívül úgy látszik, hogy vége láthatatlan még az ismeretlen a tudomány számára is. És a tudománynak is vannak hátulütői, bizonyos felfedezések nem jót, hanem rosszat hoztak az emberiségnek. Szóval az ember kiábrándult abból a gondolkozásmódból, amely a felvilágosodás után volt jellemző, és most megint visszanyúl a vallásokhoz, de csak úgy, mint hagyományhoz, és a nagy érzelmi sivárságban érzelmi élményeket keres. Szeretném ezt egy kicsit illusztrálni, hogy a mi korunkban a most is ismeretlen Istenről van szó. Ha Pál apostol ma megjelenne valahol a világ valamelyik nagyvárosában és valami nevezetes helyen, mondjuk a londoni Hyde Parkban, vagy akárhol felállna beszélni, kezdhetné ugyanígy. Csak mondjuk oltárt nem talált az oltár nélkül, hogy az ismeretlen Istenről szeretnék nektek beszélni. Ez a kötet, ami kezemben van, ezt 2004-ben adták ki, Révai Gábor beszélgetései 22 eléggé ismert személlyel, többnyire értelmiségiek, és az a címe, hogy Isten arcai. Ugyanis mindegyiknek csak egy kérdést tett föl, mit mond önnek, vagy mit mond neked ez a szó, hogy Isten. És ami a kötetben rendkívül elgondolkoztató, hogy egyik sem ad egy rövid, világos, személyes meggyőződésen alapuló választ, hanem jönnek ilyen hosszú-hosszú magyarázatok, bonyodalmak, bizonytalanságok, talán csak egy közös bennük az, hogy és filozofálások, stb. Csak egy közös bennük, hogy Istent egyet kivéve nem tekintik személynek. Egy hét nagyon jellegzeteset szeretnék idézni, az egyiket Popper Pétertől, ugye már meghalt, de népszerű pszichológus volt, és szeretnék tőle pár sort idézni. Isten egy talán létező kozmikus intelligencia. És mint ilyen, az ember számára most figyeljünk intellektuálisan, vagyis gondolkodva, ésszel, értelemmel megközelíthetetlen. Ha ugyanis létezik ez a kozmikus intelligencia, akkor a különbség van közte és az ember között, hogy ő megismerhet engem, ha akar, de én nem ismerhetem meg őt. Sokkal nagyobb a távolság, mint lurkó kutya és köztem. Lurkó kutyának hiába olvasok Adi verseket, nincs eszköze hozzá, hogy megértse. Tehát én reménytelennek tartok minden olyan törekvést, amely logikailag, intellektuálisan akarja Isten létét bizonyítani, vagy Istent megismerni. Tehát az intellektuálisan, logikailag nem lehet Istent megismerni, mert szükségszerűen óriási a távolság közte és köztünk. Idézek egy másiktól is. Ő pedig Szőke Sándor forgatókönyvíró. Érdekes az ő meghatározása is. Azt mondja, mindenképpen jelent valamit,
hisz régóta szerepel az emberi kultúra szótárában. Isten egy borzalmasan fontos és meghatározó civilizációs szempontból, meghatározó absztrakció, elvontság, amit nem engedhetünk el, mert kiesünk az űrbe. Vagyis ugye azt mondja, hogy hát ez egy fontos absztrakció, elvontság, de azért nem engedhetjük el, mert széthull az emberi civilizáció, kiesünk az űrbe, akkor aztán végképp nem tudjuk, hogy hogyan kapaszkodjunk meg, vagy hogyan fűzzük össze az emberi dolgokat. Talán emlékszünk arra, hogy vagy van, aki tud arról, hogy van például, létezik az anonim alkoholista mozgalom, ugye egy nagyon hatékony az alkoholfüggő emberek szabadítására, egy teljesen civil mozgalom, hogy így mondjam, nemzetközi, és ők például a nagykönyvükben azt írják, hogy felsőbb erő. Ő nekik ez az elnevezésük Istenre, és azt mondják azért, mert azt akarják, hogy ateista és bármilyen rendű, rangú ember mégis megragadja az ő 12 lépésüket, és ha másképpen nem így fogadja el, hogy egy felsőbb erő nélkül nem tudunk a szenvedélybetegségünkből kilábalni. Ebből a kötetből is idézhetném, van, aki azt mondja, hogy Isten energia, vagy nem tudjuk micsoda, de az végig jellemző, hogy ismeretlen Isten. És hogy intellektuálisan, tehát értelmileg, logikailag Istent megismerni nem lehet. És némi igazságuk van, azt kell mondanom, például amit Popper Péter mondott a lurkó kutyáról, meg őróla, mert ugye a Bibliában is olvasunk ilyet, és ez szükségszerű is, hogyha létezik egy világmindenséget teremtő és fenntartó Isten, akkor olyan magasak az ő gondolatai a miénkhez képest, mint ahogy Ézsaiás próféta könyvében olvasunk, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti utaitok, az én gondolataim annyival magasabbak gondolataitoknál, mint az ég a földnél, és utaim az utaitoknál, mint az ég a földnél. Ugye ennek így kell lennie? Hát akkor milyen lehetőség van összesen és együttvéve? Ugye nem tudunk ezzel az Isten megismerésére. Mert láthattuk az eddigiekből, hogy az ember nem tud megszabadulni az Isten gondolattól, végigkíséri az emberi civilizációt, de mit kezdeni sem tud vele. Ismeretlen Isten volt a tömegek Isten képét illetően jellemző az első században, de ugyanígy van mind a mai napig. És itt szeretnék idézni néhány sort Voltaire-től. Ő éppen a felvilágosodás egyik atya, és ugye ateizmus atyának is szokták nevezni, de Voltaire egy nagyon éles gondolkodó volt, és nagyon nagy hatással volt rá 1755-ben a lisszaboni földrengés. Nem tudom, mennyit tudunk erről, ez minden idők egyik legmegrendítőbb földrengése volt, néhány perc alatt 60 ezer ember pusztult el. És egész Európában érzékelhető volt, és úgy nevezik ennek a földrengésnek a hatását Voltaire gondolkodásában, hogy a lisszaboni válság Voltaire gondolkodásában. De egyébként másokra is nagy hatással volt ez a földrengés Goethére például, aki még szinte kisfiú volt csak, de mégis nagyon hatott rá. És ugye Voltaire rendkívül logikus gondolatokat fejt ki a lisszaboni földrengésről című versében, mert eddig ugye ez volt az ő hite is, mondjam így, vagy gondolkodása, és hát ez volt az új gondolkodási irány, hogy hát az ember most már végre szabad lesz, végre fejlődésnek indul minden, végre egy sokkal külön világban fogunk élni, mint eddig, és akkor egyszer csak váratlanul, és erre nincs magyarázat, itt van egy ilyen iszonyú természeti katasztrófa, és az ember, aki most már nagynak és szabadnak érzi magát, és azt gondolja, hogy csodálatos perspektíva van előtte, akkor most itt van ez a
ez a tény, amivel nem lehet vitatkozni. És ekkor a következő sorokat írta le Voltaire. A sorsunk rettegés minden nézet szerint, és olyan, mit biztosan hihetnénk, semmi sincs. És a természetet kár is kérdezni, néma. Isten kell, hogy legyen, ki szól is hozzánk néha. Saját műve, csak ő magyarázhatja azt. Tőle vár érveket a bölcs, s búsvigaszt. Nélküle kételj és tévejgések hínárja húz, és a fulladó nem lelhet szalmaszára. Mondom, hogy miért szeretem én annyira ezt a gondolatsort, mert hihetetlenül éles logikával van fogalmazva. Ugye megkérdezem, ha ma írnánk, ma is leírhatnánk ezt? A sorsunk rettegés minden nézet szerint. És embertömegek ugyanígy vannak, s olyan, mit biztosan hihetnénk, semmi sincs. És leírt egy olyan mondatot, amivel nagyon-nagyon megelőzte a korát. Ugye ne felejtsük, 18. században vagyunk, most kezdenek a természettudományok felvirágzani, de Voltaire már akkor leírta, a természetet kár is kérdezni néma. Tehát nem fog válaszolni a mi végső nagy kérdéseinkre. Az ismeretlen Isten sem lesz ismerté általa. És akkor folytatja logikus, azt mondja, saját műve. Tehát, ha létezik egy teremtő Isten, saját műve, csak ő magyarázhatja azt. Tőle vár érveket a bölcs, s búsvigaszt, nélküle kételj és tévejgések hínárja húz, és a fulladó nem lehet szalmaszára. A fordítás is kiváló munka, nagyon ütős ez a néhány sor, így ahogy idéztem. És akkor szeretném feltenni a kérdést, hogy akkor, ugye így mondta Voltaire, hogy Isten kell, hogy legyen. De szükségszerű, hogy legyen. De az nem elég, hogy legyen, ki szól is hozzánk néha. Ez volt a nagy felismerés. Tulajdonképpen kimondta azt, hogy Isten megismerés, és semmi más lehetőség nincs, mintha létezik isteni kinyilatkoztatás. Hogyha Isten maga szól hozzánk, mert ugye az ő gondolatai annyival magasabbak a miénknél, mint az ég a földnél, mi nem tudunk oda létrával fölmenni és megérteni az ő gondolatait, csak fordítva lehet. Ha ő szól hozzánk, ő ad célzott kijelentést önmagáról nekünk embereknek. És hát azt hiszem, hogy a jelenlevő közül többen ismerik azokat a bibliai igéket, amelyeket most idézek. Ugye a zsidókhoz írt levél első verse az így hangzik. Minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólt nékünk fia által. Tehát azt mondja, Isten szólt. Amiről Voltaire írt ki, szól is hozzánk néha. Igen, szólt hozzánk. Sok rendben, sokféleképpen hajdan a proféták által, ez utolsó időben, végül pedig az ő fia által. És amikor Jézus elmondta azt, amit idéztem az elején, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, akit az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust, akkor ebből mi derül ki? Hogy Isten megismerhető. Jézus azt állította, hogy nem szükségszerű, hogy Isten élek hosszíglan ismeretlen Isten maradjon nekünk. És micsoda súlyos szavak ezek, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Benne van, hogy kin keresztül, milyen úton ismerhetjük meg, és benne van az, hogy ez minél jobban előre halad az ember ebben a megismerésben, annál közelebb kerül ahhoz, hogy örök élet, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ugyancsak Jézus mondta a samáriai asszonnyal folytatott nevezetes beszélgetésében, azt mondta, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. És ezt utána még egyszer elismételte.
Azt mondta, Isten is ilyeneket keres az ő imádójul, akik őt lélekben és igazságban imádják. Na hát, ha Jézus azt mondta, hogy szükséges, és hogy Isten ilyen imádókat keres, akkor ezek szerint lehet Istent igazságban imádni. Más szóval meg lehet tudni az igazságot Isten felől. Nem szükségszerű, hogy örökre ismeretlen Isten maradjon. És azért sem mondhatunk le erről semmiképpen, mert a helyzetünk az sem változott. A kiszolgáltatott helyzetünk az évszázadok során, és én úgy gondolom, hogy mi az, ami kiszolgáltatott helyzetünk, amiért az Isten kérdésről, sőt, az Isten megismeréséről nem mondhatunk le, az senki sem fogalmazta meg világosan és jobban, mint Pascal, a 17. századi francia gondolkodó és természettudós. Két kis részletet fogok tőle olvasni. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világmindenséget, és a mindenség zugában magára hagyott, sötétben tévelygő embert, akinek sejtelme sincsen róla, kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes, puszta szigetre tettek ki, és aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenekülni. Mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe e nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok. Megkérdezem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam, de azt felelik, hogy nem. És lám, mégis e tévelygő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, s már is szívvel, lélekkel átadták magukat nekik. Most jön az ő személyes hallomása. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok. És kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Ugye ez is egy nagyon logikus gondolatsor. Azt mondja, ezt kezdtem kutatni, Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Egy másik részletet is olvasok tőle. Fogalmam sincsen róla, ki helyezett bele ebbe a világba. Sem arról, mi ez a világ, és mi vagyok én magam. Szörnyű bizonytalanságban vagyok mindenfelől. Látom a világmindenség rettentő térségeit, amelyek körülölelnek, és én a roppant kiterjedés egy kis zugához vagyok láncolva, anélkül, hogy tudnám, miért helyeztettem inkább ide, mint máshová, és az élnem adatott kevéske idő, miért éppen az előttem is volt, és utánam is tovább folytatódó örökkévalóságnak erre a pillanatára lett kijelölve. Csak annyit tudok, hogy nem sokára meg kell halnom. De éppen ez az elkerülhetetlen halál az, amit a legkevésbé ismerek. Ugye, tehát ez az embernek a helyzet. Ezért nem lehet az Isten kérdésről és az Isten megismeréséről lemondani. És én azzal fejezném be ezt az alkalmat, hogy mielőtt végül egy pár összehovoglaló gondolatot mondanék, a saját történetemről mondok pár szót, ami van, aki biztosan a jelenlévők közül hallott tőlem. Én még egész fiatal voltam, középiskolás, amikor annak ellenére, hogy vallási környezetben nőttem föl, hátat akartam fordítani minden vallásosságnak. Nem azért, mert ilyen szenvedélyes ellenszemben volt vele szemben. Azt mondtam így magamban, hogy hát én tisztelem azokat az embereket, ugye édesanyámat, meg az a kis közösség, ahova én is jártam vele addig, hogy tisztelem, hogy ők ott jól érzik magukat, ők szeretnek egymással beszélgetni, és így fogalmaztam meg, csak nekem az a bajom, hogy én ezt nem tudom valóságnak venni. És hát nagyon jó gimnáziumban jártam, van itt, aki ugyanabban a gimnáziumban járt, tudja tanúsítani, hogy,
hogy milyen kiváló tanárok voltak ott, és tényleg megcsillantották előttünk a tudomány világát, és hát én így voltam vele, hogy a tudomány az a biztos, az az, amiben érdemes energiát fektetni a tudomány megismerésébe. És így is lett volna, hogy én itt egy nagy becsukom a csapóajtót a vallás felé, amikor egy este így töprengve, hogy na most már édesanyámmal közlöm, hogy engem ne is hívjon, én többet Isten tiszteletre nem megyek, mert hát ezt nem lehet tradícióból csinálni, megalkuvásból csinálni, hogy meg ne bántsam, gondoltam én magamban. Akkor egy ilyen kis gondolatom támadt, hogy úgy meghökkentett ez a gondolat, hogy most én egy nemet akarok mondani erre az egészre, de tudom, hogy mire akarok nemet mondani. És nagyon megfogott az, hogy hát önmagammal szemben nincs jogom ezt a nemet kimondani addig, amíg nem tudom, hogy mi az, amire most nemet mondok. És akkor kezdett derengeni bennem, hogy hát az én kis csekély innét-onnét összeszedett ismereteim vagy tapasztalataim alapján azt hiszem, hogy tudom én mi az, hogy kereszténység, mi az, hogy Biblia. Hát ez ennél biztosabbat kell tudni ahhoz a nemhez. És akkor kértem édesanyámat, hogy keressen nekem valakit, akinek én kérdéseket tehetek föl. És nagyon, nagyon jól választott egy nyugdíjas lelkésznek szólt, aki eredetileg képzőművészeti főiskolai tanár volt, és művész szeme volt a Bibliához is. És nekem ez nagyon, nagyon szép volt, és nagyon értékes dolog volt, hogy ezt már nem tudom egész pontosan megmondani, hogy második gimnazista koromtól, vagy harmadik gimnazista koromtól, de én minden vasárnap kivillamosoztam a 17-es villamos végállomásáig Óbudára, ahol lakott ez a valaki, és hát akkor hosszasan beszélgettünk, és én kérdeztem. És hamar rájöttem, hogy semmit sem tudok, amit pedig tudok, azt rosszul tudom. Ez nagyon hamar kiderült. És aztán kezdett két gondolat megfogalmazódni bennem, és nekem olyan jó visszagondolni arra, hogy ma ugyanígy látom, sőt, olyanabbul látom, de ez a két gondolat fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy a Biblia magasabb rendű, mindennél magasabb rendű. Nem csak a nyelvezetében, hanem a gondolati tartalmában. Ugye ez a mindennél magasabb rendű, ebben benne volt az általam olyannyira tisztelt tudomány, meg mindez, amit én tanulhattam. És a másik gondolat pedig ez volt, hogy a Bibliában vas-beton szerkezetű gondolatrendszer van, csak kár, hogy kevesen fedezik fel. Szóval pont azt láttam meg az én racionális behállítottságommal, hogy a Bibliában milyen szigorú logika van valójában, mekkora következetesség olyan szerzőknek az írásaiban, akiket több száz év választ el, és teljesen más körülmények, stb., amit mesterkélten nem lehetett csinálni, hogy így mondjam, nem lehetett összebeszélni, meg harmóniát létrehozni. És aztán ugye én is úgy voltam, hogy már akkor ezt a Bibliáról kimondtam, de még az Isten nekem mindig ismeretlen volt. És egyszer, mikor mentem oda ki Óbudára, akkor a bácsi nekem a 139. Zsoltárból olvasott. Én addig soha nem hallottam, nem ismertem ezt a Zsoltárt. És mindjárt az első versorai, amelyek így hangzanak: Uram, megvizsgáltál engem is, ismersz, írja Dávid 3000 évvel ezelőtt. Te tudod ülésemet és felkelésemet, járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. És még nyelvemen sincs szó, immár egészen érted azt, Uram. És nekem ez nagyon megszólító volt azért, mert nekem az Isten képe mennyi volt, és meggyőződésem, hogy nagyon sok, még vallási környezetben felnővő embernek, vagy fiatalnak is hasonló. Hát ennyi volt, hogy hát Isten van, most azt már ugye nem tagadom, de nem is vagyok biztos benne, mert látom, hogy a Biblia az valami különleges, de hát mindenesetre nagyon messze van. És hát egy kicsit úgy titokzatos, meg egy kicsit úgy talán félelmetes is. Na, ez a ködös kép, ennyi volt.
És amikor ezt a Zsoltárt idézte nekem a bácsi, akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy hányszor ül le, meg hányszor kell fel az ember életében. Meg hát mennyit jár? Hát mi az, hogy járásomra, fekvésemre ügyelsz? Tudod, ülésemet, felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Még nyelvemen sincs a szó is egészen, érted? És emlékszem, még egy kicsit így a hátam is beleborzongott ebbe, abba a gondolatba, hogy akkor Isten nincs is messze, és van valaki, aki jobban ismer engem, mint én saját magamat. És ez annyira, annyira megrendítő volt nekem. Aztán, mikor hazamentem erről a beszélgetésről, rögtön elővettem a Bibliát, mert ezt a Zsoltárt újra akartam olvasni. És ahogy így elgondolkodva lapoztam a Bibliát, hogy megtaláljam ezt a Zsoltárt, akkor átszaladt a fejemen egy gondolat, és ez a gondolat ennyi volt összesen, ha, még mindig ott volt a ha részemről, ha tényleg ilyen Isten létezik, de szeretném, ha nekem is mondana valamit. Ennyi volt. De abban a minutumban, hogy ez az én fejemen átszaladt, ráesett a szemem erre a két Biblia versre. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Istenedé lesz néked, hogy járhass az ő útjain, megtudhass az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszel, amiképpen szólott néked, és minden parancsolatát megtartod. Ez nagy megdöbbenéssel hatott rám, mert úgy tűnt, hogy tényleg messziről érti gondolatomat, és nyelvemen sincs a szó, és egészen érti, de azért nem volt szó arról, hogy na most ez az élmény engem aztán meggyőzött, és Isten hívővé tett, hanem jött a kutatás. Mert azt mondtam, hogy hát akkor nézzünk körül a vallások világában, vajon valóban a csak ugyan a kereszténység, csak ugyan a Biblia, és végül is ugye leszűkült a dolog arra, hogy összesen két vallás van a kereszténységen kívül, amely magát kinyilatkoztatásra épülő vallásnak mondja. Tehát, hogy Isten szólt, Isten kinyilatkoztatást adott, és a vallás arra épül. Az egyik a hinduizmus, mert ugye a hinduizmusban azt vallják, hogy a védák, a sugalmazott irodalom, és a Mahabharata, azon belül a Bhagavad Gita részlet, ez szintén közvetlen Istentől ihletet. Ezen kívül ugye az iszlámban a Koránról vallják azt a muszlimok, hogy ez égből leesett könyv, ez Istentől ihletet. Hát nem fogom most részletezni, hogy mi mindent szempontból néztem ezeket a vallásokat, és hasonlítottam össze a kereszténységgel, és akkor végül a következő három ok miatt mondtam azt, hogy a kereszténység az isteni kinyilatkoztatás, ennél maradok, és ez a három ok a következő volt. Azt állapítottam meg, hogy ugyan a hinduizmus és az iszlám is azt vallja, hogy isteni kinyilatkoztatáson alapszik, de egyiknek sincsen emberi értelemmel végigkövethető kinyilatkoztatástana. Ezen azt értem, egy-egy állítás, de nem vezeti le, hogy akkor, ha az Isten adott kinyilatkoztatás, az tőle hozzám emberhez hogy jutott. Ugye például ugye a hinduizmusban, hát a védák eredete az Humájba vész igazán, akkor a Mahabharatáról ugye azt mondják, hogy olyan, mint egy nagy folyó, amiben sok kisebb folyó belefolyik, mert minden különböző költők írtak bele. Hát most ez engem nem győz meg arról, hogy ami ott van, az Istennek a szava. Ami a Koránt illeti, Mohamed maga, aki ugye azt állít, hogy ő kapott kinyilatkoztatásokat, és a Korán ezt tartalmazza, hát egyrészt egy maga állítja ezt, mint egyetlen tanú, másrészt pedig ő maga nem tudott írni, olvasni. Halála után jegyezték le az általa közvetített, úgymond kinyilatkoztatásokat, és még azon is igazgattak, stb.
Hát ez se volt meggyőző. De a Bibliában azt láttam, hogy egy egészen, nem azt mondom, hogy titkai nincsenek, amit nem tud az ember egészen felfogni, de e mégis egy értelemmel követhető, logikus kinyilatkoztatás lánc van felvázolva, hogy Isten gondolatától az egyes emberig hogy jut el az az üzenet, amit az embernek adni akar. A másik, ami nekem nagyon fontos volt, hogy a Bibliában kétségtelenül, vitathatatlanul, ez olyan fekete-fehér, ilyen megfogható tényszerűség, beteljesedett proféciák vannak. Erre utal egyébként Pascal is. És olyan dolgokról, amelyeket előre nem lehetett kikövetkeztetni, amelyek például teljesen meglépetésszerű, váratlan történelmi fordulatok voltak, és így meg lehet állapítani, ekkor keletkezett, akkor hihetetlen volt, ennyi évszázaddal ezelőtt, és utána beteljesedett. És a harmadik, és mondhatom, hogy ez talán a legfontosabb és a legnagyobb, hogy olyan istenkép van a Bibliában, amit nem lehetett embernek kitalálni. Mert ugye a vallástörténeti elméletek körülbelül így szólnak, hogy hát az ember a maga vágyait kivetíti egy elképzelt istenre, ugye kinagyítva, és hát így keletkeznek az istenek. Na de az ember nem alkot a maga természetével ellentétes istent. Olyan istent, aki megítéli őt nagyon sok mindenben, és teljesen más, mint nem az emberi logika szerinti. Ugye az olyan hatalmas, és annyira nem emberektől származó az, ahogyan a Biblia Istent bemutatja, hogy nekem ez volt a meggyőzőbb. És akkor ott is vagyunk a befejezésnél, hogy én arra gondoltam, hogy ebben az előadás sorozatban azt szeretném megosztani, elmondani, amit évtizedek alatt én csodálatosnak tartottam az Isten megismerése során, azt a Isten képet szeretném felvázolni, ami a Bibliából bontakozik ki előttünk. És hát én abban bízom, hogy mindenkit érdekelni fog, és hasznára lesz mindenkinek. Nem a magam gondolatait fogom mondani, mert szerintem a jó teológus, a jó keresztény teológus az olyan, mint a természettudós, aki nem feltalál dolgokat, és aztán mint a maga elméletét lopogtatja, hanem olyan, mint a természettudós, aki kutat a kinyilatkoztatásban, megfeszíti az értelmét, és kéri a segítséget, hogy megérthesse, és akkor bontakoznak ki a legcsodálatosabb dolgok, mikor az ember, hogy így mondjam, nem gyorsan okoskodni akar, hanem van benne elég alázat, hogy most ő csak megfigyel, ő csak összegez, ő csak megérteni próbál. És mert úgy van a Bibliával, ahogy valaki mondta, hogy a Biblia olyan, mintha mély kútba tekintenénk, ami a tekintetünk alatt folyton mélyül és tágul. És ezzel én be is fejezném az előadást, és szeretettel várunk mindenkit a további alkalmakra, és látni fogjuk, hogy egyáltalán nem elvont dolgokról lesz szó. Szóval ez a téma senkit se ijeszten el, hogy itt valami nagyon elvont, vagy még kevésbé misztikus dolgokról lesz szó, hanem pontosan arról, hogy ha létezik egyetlen világteremtő és fenntartó Isten, akkor ugye ez egy borzasztó izgalmas kérdés, hogy kicsoda ő, milyen ő, mi köze van hozzánk emberekhez, mi köze van ehhez a világhoz, milyen tervei vannak erre a világra vonatkozóan. Hát köszönöm szépen a figyelmet!